az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Három pontos tervet tett közzé az orosz-ukrán háború lezárására az Egyesült Államok. A dokumentum Ukrajna győzelmének feltételeit taglalja. De vajon miért lett szitok szó a nyugati világban a béke? A mai adásunkban elsőként erre keresjük a választ. Az 1972-es kínai-amerikai közeledés hozta el az 1945 utáni világrend legfontosabb geopolitikai változását. De hogyan került már a fagypont közelébe a két ország kapcsolata? Erről is szó lesz. Végül Olaszország ezentúl még szigorúbban büntetné a klímaterroristákat, akik műkincseket rongálnak meg, hogy felhívják a figyelmet a föld pusztulására. De vajon hogyan lehet fizikálisan és szellemi értelemben is megvédenünk a kulturális értékeinket? Ez itt a kérdés. Kezdjük! Érkezik hozzánk Schmidt Mária, aki szerint az Egyesült Államok a konfrontáció felé viszi a kínai kapcsolatait. Nixon történelmi tette, a visszájára fordult. Különböző tőkefrakció küzdelme zajlik a geopolitikában, ezt már Schiffer András mondja. A stúdióba várjuk el Simon Lászlót, aki úgy gondolja, hogy pocskondiázáson kívül a magyar kormány az ukránoktól még nem kapott semmit. Itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy semmilyen körülmények között nem lehet megtámadni egy szuverén országot. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek, örülök, hogy itt vagytok. Béketervek sorozata születik az orosz háborúval kapcsolatban. Ugye meglehetősen, hát hogy is mondjam, rövid az Egyesült Államoknak a béketerve, amely azt a címet viseli, hogy a képviselőház álláspontja a Ukrajna győzelmének feltételeiről, és a három pontban gyakorlatilag arról van szó, hogy mi az Egyesült Államoknak az érdeke. Jól látom én ezt, Mária? Vagy pedig én nekem, félreértettem. Má nekem más olvasatom volt ezzel kapcsolatban, mert az amerikai Egyesült Államok az első és a második világháború után is feltétel nélküli megadást követelt azoktól, akiket legyőzött. Nekem az jutott eszembe, hogy semmi új nincs a nap alatt, ez is feltétel nélküli megadást követel, csak azt nem értem, hogy, hogy milyen alapon? Tehát nem Ukrajna és Oroszország háborújáról van szó? Miért kell ebbe állást foglalnia az Egyesült Államok kongresszusának? Ez azért egy olyan kérdés, ami szerintem megválaszolásra tart igényt. Igen, meg ezt ugye tovább folytatva, ugye mindig a bölcs nyugati megfejtők azzal jönnek, amikor bárki vitatja, hogy Ukrajnának lenne helye az Európai Unióba, illetve a NATO-ba, hogy hát ez mégiscsak egy szuverén ország, hát azért az ő dolguk eldönteni, hogy hogy hova csatlakoznak, vagy amikor az esetleges státuszkó feltételeiről akarna valaki beszélni a pápától a magyar miniszterelnökön át a brazil elnökig, akkor szintén jön a kórus, hogy hát kérem szépen, nehogy már az ukránok feje felett akarjunk tárgyalni. Na most, hogyha rendben van, ne az ukránok feje felett, de akkor mi az, hogy egy másik, egy idegen országnak a törvényhozása állást foglal? Ez nincsen az ukránok feje felett? Hát olyan módon lehet szerintem egy törvényhozásnak állás foglalni, mint hogy az magyar parlament is megtette. Tehát kifejezte a a béke szándékát, és azt mondta, hogy a lehető leggyorsabban a békés rendezéshez kell eljutni, de azt nem mondtam meg, hogy hogyan. Tehát szerintem itt alapvetően ez a különbség. Hát persze. az egy legitim dolog, hogy egy törvényhozás egyébként egy őt is átételesen, indirekt módon az érintő az nemzetközi konfliktusban állást foglal. Most az az fontos, amit említettél, András, a NATO tagság, meg az Európai Uniós tagság, ugyanis ez az Amerikai Egyesült Államok nyilatkozata erről is szól. Bizony. A harmadik a, pont egy, erről egy, szól egy, egy, Én Még azt tudja mondani az ember, hogy érthető, hogy az Egyesült Államok, mint a NATO legerősebb tagja és a legtöbb katonai költségvetést produkáló tagja nyilatkozik arról, a, vágyáról, hogy majd bővüljön a NATO Ukrajnával, ezt erre is azt tudom még mondani nagy-nagy jó indulattal, hogy ez is egy legitim dolog, nyilvánvalóan azzal is számolva, hogy nem egyedül az Egyesült Államok dönti el, hogy ki lesz a NATO-nak a tagja, hanem minden tagállamnak meg kell szavazni, illetve ratifikálnia kell. Na de milyen alapon nyilatkozik az Egyesült Államok arról, hogy, hogy Ukrajna legyen az Unió tagja, az Európai Unió tagja? Ez egy érdekes Egyesült is. Államok nincsen az Euró, Euró, Európában, és nem tagja az Európai unió. Nincsen Európában? Az Egyesült Államok. Hát nem úgy, abban az értelemben, hogy te gondolod, hogy igen, de földrajzilag nincsen, ugye? Tehát egy, annak a politikai-gazdasági szövetségnek, amelynek Magyarország is a tagja, nem tagja az Egyesült Államok, tehát én nem is értem, milyen alapon nyilatkozik az amerikai törvényhozás arról, hogy az ukránoknak be kell, ukránokat be kell fogadni az Európai Unióba. Én azt gondolom, hogy ebben valóban Ukrajnának és nekünk, nekünk, akik az Európai Unió tagjai vagyunk, kell állást foglalnunk. Nem mennék, hanem amellett a szerény konfliktus mellett, amit az utóbbi hetek számos megnyilatkozása okozott, nevezetesen, hogy Mit hozna magával, hogyha a Ukrajna a NATO tagja? Amit elenne. Robert Fico mondott. Igen, nem csak Fico mondta, tulajdonképpen többen megszólaltak, és még a markánsan, nagyon radikálisan orosz ellenes és ukrán barát politikusok is arra figyelmeztettek, hogy ebnek a következménye a háborúnak a kiszélesedése lehet. Sőt. Ugye Fico egyenesen a Harmadik Világháborút emlegette. Szerintem ez nem egy megkerülendő, Vélemény, tehát ezzel is kell foglalkozni. És végül még egy dolog: az, az hogy itt volt a, a Romai Katolikus Egyháznak a feje Magyarországon, és egy nagyon sikeres látogatást bonyolított le, amelynek az én megközelítésemben nem csak politikai, hanem lelki aspektusai is voltak, és ebből a szempontból is egy felemelő és fontos alkalom volt Magyarország számára. De ha jól értettem, amit hazafele a repülőgépen nyilatkozott, illetve azt, amit elolvastam, meg meghallgattam a rádióban, ugye azt tette egyértelművé, hogy van saját béke javaslatuk, nem amelyről, a a, am, tárgyaltak a magyar miniszterelnökkel is, de ennek a részét még nem akarja nyilván. De Ukrajna azonnal kikérte magának. Ezt akartam, igen, én is mondani, hogy még tulajdonképpen annélkül, hogy bármilyen résztet ő, nyilvánosságra került volna, az ukránok már azonnal kikérték maguknak. Mi van akkor, hogyha történetesen a pápa javaslata ugyanaz, mint az amerikaiaké? Amit két, leg, de mi lenne, hogy ugyanaz lenne? Tehát láttatlanból, olvasatlanul egyébként egy ilyen ö, ö, tekintélyen rendelkező világpolitikai szereplő, mert az is a római pápa, egyáltalán csak a fölvetését, hogy van béke javaslatuk, milyen alapon kéri ki az ukránok. És legvégül csak azt, arra szeretnék figyelmeztetni, hogy az, amit Zelenszkij a napokban mondott, az megint minden határon túlment, tehát nevezetesen, hogy megmagyarázta Magyarországnak, meg a magyar miniszternek, hogy egy NATO tagországnak hogyan illik -e, viselkednie. Igen. Ez kb. olyan, mintha átmennék a szomszédhoz, és megmondanám neki, hogy egyébként a öt faluval arrébb unokád az jó lenne, hogyha mikor iskolába megy, akkor rendesen bekötni a cipőjét. Tehát egy teljesen abszurd megközelítés, szerintem egy kifejezetten udvariatlan megközelítés az ukrán, vagy az ukrán elnök részéről. Gábor? Hát én azzal folytatnám, amit itt a Laci második elemként mondott, abban, amit el, elmondott, és amiről beszélt, nevezetesen a pápa látogatással. Ugyanis ez ugye jó Magyarországnak, ez diplomáciáleg is szerintem nagyon jó, hogy, hogy itt járt Ferenc pápa, és sikeres volt, ráadásul az itteni látogatás, jól szervezett volt, stb. És az, amit te mondtál, ez a hazafelé úton, a repülőn elmondott mondatok is különösen érdekessé teszik azért ezt a látogatást. Én nagyon remélem, hogy ebből lesz valami. Tehát én őszintén drukkolok annak, hogy a Vatikán, amely egyébként hagyományosan természetesen a a vatikáni pozíció azért ez, hiszen természetesen minden pápa általában a béke mellett teszi le a voksot, és igyekszik is tenni ezért, tehát közvetíteni a feleket, leültetni, stb. Én drukkolok Ferenc pápának, hogy ez sikerüljön ebben a dologban. Nem lesz egyszerű, mert azért a felek nem úgy állnak, sem az oroszok, sem az ukránok jelen pillanatban, de minden esetre ez egy pozitív elem, és akkor itt a béketervő tervő visszakanyadva arra, amit, ami ugye a felvezető téma volt, meg amit te is mondtál az elején, tehát az amerikai képviselőhez Szerintem ezt úgy kell kezelni, mint a képviselőháznak egy deklarációját. Ezt minden parlament szokott ilyen deklarációt tenni. Ez nem az Egyesült Államok kormánya, tehát nem az amerikai elnöknek az álláspontja, ez a képviselőháznak az álláspontja. Tehát ez egy deklaráció, hogy a magyar parlamentnek is van deklarációja, és hát olyan nagy, hogy hát olyan jelentős közjogi relevanciája nincs. Ám de van egy érdekesség azért ebben is. És az érdekesség pedig az, hogy a republikánusok és a demokraták együttesen jelentették ezt be sajtótájékoztatón. Tehát ez érdemes szerintem mindenkinek azért az eszébe vésni. Ugye főleg itt a magyar jobb oldalon azért szoktak ábrándok lenni azért az amerikai republikánusokkal kapcsolatban, főleg az ukrajna politikájukkal kapcsolatban, hogy itt egység van a két amerikai párt között. Tehát egységesen azt gondolják, ami ebben a három pontos javaslatban szerepel körülbelül, tehát nagyjából ők Ukrajnához és a jövőhöz így viszonyulnak, a republikánusok és a demokraták is. Az, hogy mi lesz, természetesen az, az még messze arrébb van. És én azt gondolom, még a, ugye a harmadik elemre, amit említették, az ukrán-magyar kapcsolatokra, én továbbra is fenntartom azt az álláspontomat, hogy Magyarországnak is kellene gesztusokat tenni. Tehát én azt fontosnak tartottam volna, hogy a magyar miniszterelnök is látogasson el Kievbe, legyen személyes találkozó. Egyébként ez ugye lebegett az elmúlt hónapokban, hogy lesz személyes találkozó. Zelensky és Orbán Viktor között. Szerintem ez kívánatos is lenne. Fentartva bizonyos magyar álláspontok, amelyek fenntarthatók, például a kárpátaljai magyar kisebbséggel kapcsolatos álláspontunk, azt gondolom, hogy ez fenntartható, de ezek a gesztusok kellenek a politikában. Jó, azért Én. volt ott a köztességelnök asszony, azt ne felejtsd el. Ez azért, az azért, nagyon komoly gesztus volt, több mint egy millió ukrán menekültet fogadott be Magyarország. Ez is egy fontos gesztus, folyamatosan mennek a segélyszállítmányok Kárpátaljára és a, és a belső, nem olyan gyakran. A és ukrán is, aztán ne felejtsük hogy az első között szerveztük meg a, a gabona exportot, vagyis pontosabban a mi nézőpontunkból az importot, amely az egyébként kiverte a magyar gazdáknál a biztosítékot, de minden esetre... Azért elég komoly forráshoz jutottuk ezzel az ukrán gazdaságot mi is, a románok is, a lengyelek is, a szlovákok is, meg a csehek is. Tehát én azért nem, nem gondolnám, hogy nem voltak gesztusok, és nincsenek folyamatosan gesztusok. Egyelőre még a pocskondiázáson kívül mást az ukrán elnöktől nem kaptunk. És amikor Zelenszki Orbánnal találkozott, most hirtelen nem tudom, hogy a Strasbourgban volt, vagy Brüsszelben volt, rüsszelben. Rüsszelben. akkor hát ott is a, a, nagyjából olyan volt a megszorolása mint a mint a, ruhája. Tehát, hogy egy, egy pólóban én értem a. Tiszteletlen, minden, tehát tiszteletlen volt. abszolút tiszteletlen szemben. volt. egy országról beszélünk, amely egy agresszorral szemben harcol. De nem Magyarország, az a el. Mi, mi ne felejtjük el. ne okay, el. el. Tehát a, szerintem fölösleges a, a ruházat elemezni a Zelenszkinek, meg egyedek. Az Oké, az, okay, az érdemi része az érdekes, hiába ugye mindaz, amit elmondtál, az, ezek szerint a gesztusok nem elegendőek ahhoz, nem. hogy mégis legyen egy viszonylag normális Gábor. kommunikáció a két ország között, és ezt kell elérni. Nem Mert nem csak a magyar, a magyar... Szerintem szerintem a magyar miniszterelnök képviseli. sokat tehetne ebbe a dologba a például elmenne, az az igazság, és például a lengyelek, akiknek szintén volt bajuk egyébként a háború előtt, a lengyel kisebbségnek a helyzetével, mert hát ugye az egész lengyel-ukrán viszony azért, azért viharokkal eh, teli, és viharokkal van tele az elmúlt évszázadokban, ezt azért ne felejtjük el, mégis a lengyelek azt mondták, hogy ezt félre kell tenni, most itt van háború, megtámadták. De ez a lengyeleknek az álláspontja, De, nem a miénk. És hadd mondjak még két dolgot visszatérve erre, a, amivel kezdtük. Tehát az egyik, amit már a Laci említett, hogy Eldönti az amerikai kongresszus kétpárti tagjainak egy nagy része, hogy az Európai Uniónak be kell vennie, Ukrajnát. Tehát, hogy mi köze van hozzá? Ez nagyon sok mindent elmond Európa, az Európai Unió szuverenitásáról, és arról, ahogy erről az Amerikai Egyesült Államok gondolkodik. Tehát az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa, vagyis a politikai elitjének egy nagy része az Európai Uniót ugyanolyan kliens államnak tekinti, mint ahogy kliens államnak tekinti Ukrajnát. És ez az elmúlt két évben csak erősödött. És még, a... egy, még egy dolgot hadd vessek fel, ez pedig az, hogy ez a hát nem túl uh, szofisztikáltan diplomata külügyminiszter helyettese Ukrajnának, aki egyébként előtte német nagykövet volt és mindenkit vérig sértett, ő arra utalt, és mi is beszéltünk már erről, hogy nagyon is gondolkodnak a kínai béketervnek az elfogadásán. Na most akkor egy másik klien státusz fog itt belépni Ukrajna esetébe, és akkor kínai protektorátus fognak kérni az amerikaival szembe, vagy mi lesz itten? Tehát Ukrajna megpróbálja ezt a szuverenitás hiányát, valami másik gazdára cserélni? Vagy miben gondolkodnak? ne haragudjatok, csak ezt de. az Andrisnak is hadd mondja. Nem, egy pillanat, akkor viszont hadd válaszoljam. Ha, hadd mondja el most a... Igen, de bocsáss meg csak, hogy előbb te is mondtad ezt a, az amerikai képviselőház dolgot, szóval azért azt ne feledjük el, hogy a nyilatkozatban nem az szerepel, hogy az Egyesült Államok képviselőháza eldöntötte, hogy az Európai Unió tagja legyen Ukrajna, hanem az, hogy támogatják Ukrajnát ebben a törekvésében. hogy támogatják, de semmi közük hozzá egy nem tudok arról, hogy mondjuk a Magyarországgyűlés valaha elfogadott volna határozatot arról, hogy az amerikai államok szervezete, vagy bármelyik másik Pegye pontosan, vagy például a Újabb Kuba elleni szankciókat oldja fel az Egyesült Államok. Nem emlékszem arra, hogy erről a magyar parlament határozatot fogadott el. Ne szórakozzunk már. A másik pedig, a magyar miniszterelnök akkor, amikor ez a közti, vagy nem annyira négyszemközti brüsszeli találkozója volt Zelenszkijel, teljesen nyitva, legalábbis a sajtóhírek alapján nyitva hagyta, azt hiszem a Havasi Bertalan nyilatkozott is erről, teljesen nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy ő ellátogat. Milyen gesztusokról beszélsz, Gábor? Tehát annál nagyobb gesztus a konkrét helyzetben, hogy nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy ellátogat, szerintem nem kell. Mindemellett pedig azt is tegyük bele a mérlegbe nem pusztán atrocitások történnek a kárpátai magyarokkal szemben, nem pusztán az van, hogy brutális módon csorbítják a kollektív jogokat Ukrajnában mindegyik kisebbségét, jegyzem meg a románoknál komoly feszültség van abból, hogy a román állam nem áll ki az ukrajnai románok jogai mellett, Konkrétan a magyar kisebbség vezetőjét, Brenzovics Lászlót elüldözték Kárpátaljáról, elüldözték a szülőföldjéről. Ezek után oda megy a magyar köztársasági elnök. Egy, volt, egy volt ukrán parlamenti képviselőről beszélt. Így van, így van. Tehát a a Verhovni rádnak az előző ciklusban tagja volt Brenzovics László, majd mondva csinált okokból fizikailag fenyegetve budapesti üldözték Brenzovicsot. Ennek ellenére, túl azon, hogy Magyarország és a magyar emberek bőven kivették a részét az ukrán menekültek segítéséből, sőt nem csak a menekültekéből, nagyon sokan mentek át hogy segítsenek az ott élőknek, és nem csak magyaroknak. Túl azon, hogy egyébként Magyarország bőven elszenvedő ennek az egész háborús konfliktusnak, a magyar köztársasági elnök ott volt, a magyar miniszterelnök pedig egyáltalán nem utasította el, sőt, Formálisan el is fogadta az Elenszki elnök meghívását. de nem értem, hogy milyen, milyen gesztusokat kell Akkor Elmondom el. és ennyiről egyébként én egyetértek a, a töntő többsége, amit te mondtál. Ennyi a gesztus, ez az, ami hiányzik a végén. Nem arról van szó, nem az a gesztus, hogy elfogadta, el kell menni. Ez a gesztus. Azt de hát ők hallom. még háborúban állnak. Okay, és ehhez Mari. képest folyamatosan minket fenyegetnek. Tehát ne kérjék már a segéd, segítségünket, meg az együttérzésünket, miközben ilyen stílusban oktatnak ki, állandó jelleggel mi ez szerintem, Jó, szerintem ez egy olyan kérdés, hogy ezt tegyük, a kell ezt is. tegyük félre szerintem ezt Még a dolgot. Azért, azért, tegyük félre, Mari, mert ezt az országot mi is csak megtámadták, és az életükért küzdenek. És az, hogy és képként, akkor ide szeretnék majd igen. egy, egy rövid idézetet, de fejezd be ezt a mondatot. Jó, dolgából. nem, mondság csak nyugodtan. Uh, Douglas McGregor egyébként az öbölháború hőse, az egyik legsikeresebb amerikai eh, harckocsi parancsnok, egyébként trumpista, innentől kezdve nyilvánvalóan mainstream-ben hazugnak számít, eh, Tucker azt nyilatkozta a Fox News-ban, mert hogy mennyivel szofisztikáltabb egyébként az, hogy most akkor a két párt egyetért vagy nem ért egyet, ott is azért vannak külön vélemények. Kezd kiderülni az igazság, hogy ezt a háborút nem Oroszország kezdte. Oroszország könyörködt nekünk, hogy ne próbáljuk meg Ukrajnát a NATO-ba rángatni. Mi figyelmen kívül hagytuk Oroszországot, Oroszország pedig világosát tette, hogy meg fogja védeni a nemzeti érdekeit. Mindössze semlegességet akartak Ukrajna számára. Azért ez, hogy is mondjam, finomítja. Mert rendben reményeket. van. Jó, 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 csak erre, csak Én... annyit hadd mondjak, hogy oké, ez lehet, mint igaz, akkor sem, semmilyen körülmények között nem lehet egy szuverén országot megtámadni. Ez a helyzet. Ez teljesen Tehát igazán. akár, akármennyit lehet sorolni bűnlajstromot, és nem tudom, csúnya kijelentéseket és egyebeket, nincs magyarázat arra, és nincs felmentése, ha valaki megtámadja a szomszédját. az a helyzet. Van. Ebbe igazad Én ezt Káncoran. az egész interjút megnéztem, amit a... Igen, eljük a a hozzáférhető. Több is van több, benne. Igen. Azért ez egy nem, nem, mondanám, hogy feltétlen referenci értékű uh, azon, hogy az öbölháború háború hőssel is megír egy kört, mert nem emlékszem arra. Ne, nem emlékszem hogy az igen. öböl háború úgy kezdődött volna, hogy bárki megtámadta igen. volna az de amerikai Amerikában az öbölháború háború hősének tekinték, én, te a te Pentagon tanács, tanácsadója volt, itt a Westpointnak az igazgatósági tagja. Ne feltétlenül tekintsük ezt a Fox News-on elhangzott beszélgetést referenci értékűnek, főleg úgy, hogy egy olyan ember mondta, akinek tulajdonképpen semmilyen közéleti szerepe, felelőssége, nincsen. Ez egy vélemény Amerikában. Amit a Gábor mondott, az szerintem egy nagyon figyelemre méltó dolog, amit szerintem számolnunk kell, és ez pedig az, hogy ez a héja mentalitás az amerikai Egyesült Államokon belül nem korlátozódik a demokratákra, sőt, ez a republikánus pártnak a legalább igen. annyira jellemzője, és ez a Kínával való konfliktusban beszéltünk amort, van, hogy a látszik, ott volt 16-ban, hát ez az és az ott a az oroszok ez ellen. az imperialista igen. tempó. Hát az hát az ez, kérdés, ez, ez nem ez, nem demokrata vagy republikáns kérdés, ez egy pillanati, ez nem csak most nem, amikor elfogadták közösen ezt a tárazatot, hanem, hanem akkor, amikor John McCain, amerikai szenátor, Itt Egyesült van. Államok elnök jelöltje, kint kín, kín kín volt, kín volt és Ukrajnában, és a katonáknak beszédet tartott, és agitált, és elmondta, hogy előbb-utóbb harcolni fogtuk az oroszok ellen. Mondta ezt 16-ban. Tehát vart, de... ebből a szempontból az idézett riport az érvényes, mert ugye azt állítja, a, a, nem itt hirtelen szemben a neve, meg hogy, hogy ugye mi provokáltuk ki, mondja, mi amerikaiak provokáltuk ki ezt a háborút, de attól még az is igaz, amit a Gábor mond, ebben a diotomiában vagyunk, hogy ki is provokáltak -e a háborút, és mindeközben hát valaki ugrott erre a provokációra. Viszont visszatérve a legelejére, ha jól emlékszem, ebben az amerikaiak által megjelentett három pontban az is benne volt, hogy a háborús, az orosz háborús bűnösöket el kell ítélni, vagy valami ilyesmit. Ez a harmadik pontnak a, az a vége. Az Egyesült Államok nem? De most épp, a... épp ezt akarom mondani, de hogy ez egy etikailag is és jogilag is elég, elég érdekes kérdés, mert hogy már eleve, ha jól értettem, mondjuk ezt csak magyarul olvastam, de hogy ereve prejudikált. A, legalábbis nem a magyar fordítás alapján úgy tűnt, hogy prejudikálnak. Tehát, mint hogyha ők már egyértelművé tették volna, hogy kik a bűnösök, és kik, kik a, a... akik nem követtek el bűnt. Hát nem csak erről van szó, néhány amerikai elnöknek is helye lenne a nemzetközi bűntető bíróság előtt, csak az a helyzet, hogy az amerikai Egyesült Államok nem vetette magát alá. Meg nemzet... az oroszok sem. Hát Tehát most akkor, akkor hogy van ez? Tehát van egy nemzetközi bíróság, amelyiknek ez a két nagy ország, nem tudom Kína a nem tagja, és viszont a kis országoknak már jól kell viselked mert különben odaállnak ezelő a bíróság elé, vagy hogy ez de, egy de, hogy van. Hogy csinálnak egy ez harmadikat, egy külön fórumot nem, erre az alkalomra. Szerintem az megint egy fontos dolog, és ez egy nagyon helyes dolog. Ugye ez a második világháború óta egy fontos fejlődés azért a nemzetközi jogban és az erővaló gondolkodásunkban, hogy igen, bizony a háborús bűnösöket bíróság elé kell állítani, ahogy ezt látjuk van erre törekvés, kétségtelenül úgy van, hogy vannak országok, Amelyek nem fogadják el ezt a nemzetközi büntetőbíróságot. Jog, sok szempontból az van. Az ország sem, amelyik követeli, hogy legyen az. Egy Egyesült Államok sem fogadj. Oké, okay, de ennek, ennek megvan, a, megvan az indokoltsága, mert Izrael sem meg mások, de most nem menjünk bele ennek a részében, ennek megvan az indokoltsága. De ezzel együtt szerintem, ez egy fontos törekvés a nemzetközi jogalkotásban de és a nemzetközi politikában a is. Hozzá nem, ez tényleg fontos, teljesen igazat Ez nagyon fontos Gábor, Teljesen igazod van, nagyon fontos, egy dolgot árulj el. A Guantanamo-i foglyokat milyen bíróság ítélte el. Hát természetesen semmilyen. Tehát a Guantanamo az egy komolyan vitatható problémakör volt. Azt kétségbe vitatták is sokan, majd az amerikai. Még volt. Amerikai volt. Még mindig meg. is felszámolták. De hogy nem számolták. Számolt. 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 Gábor, ne viccelj nem már. Nem Gábor, ezt, nem mondott komolyan. De de. Obama nem. Nem. 8 volt hát, nem számolt elég, hogy betartsa a választási. Nem viccelj. Érdemben semmi nincs Guantanamo. Micsoda? Tényleg. Ne, Gábor, hát komolyan. Hát, de, 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 és csak, egy, csak egy dolgot ajánlunk. Én vittem ajánlok ilyen imperialista dolgokat, de Google Com. Nem. Ezt nem lehet ajánlani, és, és Guantanamo, ne viccelj! jó, de most nem olyan értelemben számolták fel, persze, hogy már egyáltalán is, de nincs érdemben, tehát ott már nem az van, de ami van, az, 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 hogy hogy a világ különböző tájéről terrorista gyanús embereket nem tartanak visznek. senkit hogy is nem, Dábor, Más típusú foglyok van a Gantnamo. Más típusú. Igen. De azok milyen típusú foglyok? Hát nem, nem különböző tehát az ideg, azok is Nem idegen országokból vannak ott, nem? Nem. nem. <laughs> Hanem milyen alapból? Nem, nem, nem. hát az egy átalakult, egy, egy más típusú börtön. De, de is Gábor, nem vicce ér. Hát a, maga a Trump egyébként, ez a Trumpnak volt a döntése, hát ő csinálta vissza, valójában nem tartották be a korábbi ígéretüket, tehát ugyan azzal a... a korábbiak sem tartottak be, igen ugyanazzal a funkcióval, ugyanazzal a feladatkörrel működik, ugyanolyan státusz emberek vannak guantanamo hát ez, 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 szürke zóna. Hagyjuk, ja. viszont akkor menjünk tovább, ha már Kínáról szó esett. Tajvan szerintem nem szürke zóna, szerintem ez egy nagyon konkrét Igen. kérdés. Következő Igen. műsorban javaslom a szerkesztőnek, hogy vegyük teríték, és készüljük, készüljünk. Készül. A, a főigazgató nemzetközi le, nemzetközi az üzenetet. A nemzetközi megvitatjuk. A nemzetközi Tajvan és az Egyesült Államok Na, kapcsolata, Kína és az Egyesült Államok kapcsolata. A látószög blogom van egy írásod, Mária, egy nagyon jó Nixon idézettel: Ha Kínát az ellenségednek tekinted és úgy is kezeled, akkor az is lesz. pedig most nagyon úgy tűnik? Hát igen. Egy csomó dolgot idéztem Nixontól, mert ugye ő volt az, aki 72-be elment Pekingbe, és gyakorlatilag megnyerte a hidegháborút azzal, hogy átállította Kínát a Szovjetunió oldaláról az Egyesült Államok oldalára és Nixon a visszaemlékezéseiben elég sokat ír Kínáról, és elég jó jellemzését adja a kínaiaknak, és azoknak a tárgyaló partnereinek, akikkel dolga volt, és úgy tűnik a számomra, hogy a Nixon több megértést és geopolitikai bölcsességet tanúsított 1972-ben, mint amilyen a mostani amerikai politikát jellemzi. Tehát a mai amerikai politika élezi a, 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 a kapcsolatait, és, és nagyon is a konfrontáció felé viszi a Kínával való kapcsolatait, és azért azt, ebben visszatérve az orosz-ukrán háborúba, ebben elérte azt, hogy az a nagy eredmény, ami, ami Nixonnak, a, az egyik történelmi tette volt, az most a visszájára fordult, összecementezte ez a háború Oroszországot és Kínát, ami szerintem az amerikaiak szempontjából nem egy jó fejlemény, és úgy tűnik, hogy az amerikai Egyesült Államok nem csak feltartóztatni akarja Kínának a fejlődését, hanem egészen a konfrontációig el akarja vinni ezt a dolgot, méghozzá úgy, hogy Tájvánt használja fel erre Megint a egy dologra. fél proxi háború? Mint Megint egy proxy háború, csak ugye a tajvaniak valószínűleg tanulnak ebből az ukrán-orosz háborúból, és rájönnek, hogy azért, hát így Amerika ellen a háborút felvállalni a másfél milliárd lakosú Kínával szemben nem biztos, hogy olyan gyümölcsöző lenne Tajván számára. És azt is lehet tudni, több elemzés is elhangzott ezzel kapcsolatban például a Goldmannak, aki az Asian Time-nak az egyik legfontosabb Publicistája, hogy olyan rosszak a demográfiai viszonyok Tajvanban, hogyha Kínának elég türelme van, akkor 20-30 éven belül teljesen elfogy a kínai lakosság, talán ott születik a legkevesebb Mát gyermek. A tajvani, a lakosság. A tajvani, a tajvani lakosság. Tajvani kínai kínai lakosság, ott születik a legkevesebb gyermek a fejlett egyéb... országok között. Ebben téved a, a Goldman egyébként, mert mondjuk én a tajvaniakat elég jól ismerem hadd büszkélkedjek vele, hogy alapítója voltam a magyar Tajvani parlamenti Na, az csoportnak igen. egyébként. Szóval kétségtelen, hogy van gond Tajvannal, de azért azért arébb van az, hogy a Tajvani lakosság elfogjon, tehát egyelőre még növekszik Tajvannak a lakosság, és 2035-ig növekedni is fog, a prognózisok szerint utána fog valamelyest csökkenni, tehát a 24 millióról, ahol most tartunk, 23,5, ez és és föl fog menni 24 fölé, és onnan fog visszajönni 2050-re körülbelül újra ez a 23 körüli szintre. Tehát azért nem olyan drámai ez a népességi hát ő helyzet. Három vagy négy könyvet írt már demográfiai kérdésekről, tehát szerintem Akkor eléggé ismeri ezt lehet, a témát. Biztos, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb szakértő ebben, mint én. Én csak a statisztikai adatokat Igen. ismerem ezzel kapcsolatban, Tajvan ügyében, de ha már ugye közbeszóltam, azért annyit hadd mondjak, hogy. hogy Ugye de a Tájván kérdés azért több szempontból sem egyszerű dolog, többek között azért sem, mert ugye itt a Tajván körül kiélezedett konfliktus, amit, amit látunk, azért az azt is eredményezte, tehát nem csak azt, amit a Mari mondott, és szerintem ez egyébként az amerikai külpolitikának egy komoly hibája volt, hogy az oroszokat és a kínaiakat összenyomta, tehát ebben egyetértünk. Azonban a másik oldalról, Közben jó néhány ország aggodalommal figyeli a kínai terjeszkedést, meg azt, hogy Kína egyre nagyobb étvágya jelenik meg a dél-kínai tengeren, és ezért pontosan az Amerikával való szövetséget mélyíti el, nem csak Dél-Korea, de Japánnál is látjuk ezt a folyamatot, vagy a Fülöp-szigeteknél, vagy más országoknál, tehát pont az az ázsiai régió, csendes óceáni régió, az pontosan, pontosan, pontosan hogy egy nagyon országok, intenzív amerikai kapcsolatokat épít ki. Mind olyan országot soroltál fel, amelyeken amerikai támaszpontok vannak. Két konkrét van, két 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 országot. Nem, országot. korea fülöp mindenhol amerikai katonai Azért egyrészt a sajnálatosan elhúnyt Abesinzu miniszterelnöksége idején, ez a feltétel nélküli lojalitása Japának, mármint hogy az önérdekeknek a teljes feladása nem volt jellemző. Sőt, sőt Sinzó, egyet. Persze, persze, persze. Aztán Abe Shinzo véletlenül meghalt, ugye. Meg, ez meg, mert, Hát egy merénylet áldozata lett. Na de, Fülöp-szigetekben igazad van, bár ott is ugye Duterte alatt eléggé, hogy mondjam, kétlelkű volt a Filippino stratégia. Viszont, hogyha tovább mész, és megnézed azokat az ASEAN országokat, amelyek főleg a hidegháború alatt, de még a Clinton érában is stabil katonai szövetségesei voltak az amerikai Egyesült Államoknak, úgyis, mint Tájföld, Malázia, most a, a kvázi-szocialista országokat nem is sorolom ide, Indonézia, melyik egy, egy, egy középhatalom, tehát egy. Az is milliárd fölötti lakosság. Ezek, ezek az országok látványosan kiállnak az Amerikai Egyesült Államok mögül. Nem azt állítom, hogy Kína mögé állnának, bár például Myanmarnál vagy Tájföldnél már ez is felvethető. De. Kiállnak az amerikai Egyesült Államok katonai érdekei mögül? Szóval itt azért van egy olyan kérdés, egy olyan történelmi kérdés is, ami azért ezeket az országokat nagyon is foglalkoztatja, hogy akarnak-e megint egy, egy nyugati gyarmatosítást. Mert az amerikai Egyesült Államok ezt jelenti. Persze kínait se szeretnének, hát de... de csak azt akarom mondani, hogy hogy az, hogy most a, a, a kínai tengerek vagy a Csendes-óceán térségébe meddig fog Kína előre jutni, és mekkora területet fog elfoglalni, lehet, hogy őnekik az az érdekük, hogy itt mind a kettő, Amerika és Kína ebbe gyengüljön meg, mert ők akkor tudják akkor kerülnek a legjobb helyzetbe. Szóval én ezt úgy látom, hogy szerintem a kínai gyarmatosításról sokkal jobban félnek az a helyzet. Tehát a tajvaniak mindenképpen, tehát a tajvaniak, a tajvaniak természetesen igen. Ezer, ezer szállal kapcsolnak az Egyesült Államokhoz. Egyébként Tajvannak De elég Kínára speciális is. Természetesen tajvannak elég speciális kultúrája van, mert most azon túlmenően, hogy csankai sekik oda menekültek, Ugye ott volt azért őslakosság, voltak hagyományok, például Japán megszállás is volt előtte, Ergo. Egy nagyon komoly japán politikai, kulturális hatás van a szigeten, amerikai hatás és kínai is. Ennek a háromnak a keveréke adja Tajvant egyébként, ami egy tajvani identitás. Tajvaniak nem akarnak a kommunista Kínával egyesülni, egyáltalán nem. De a ha kommunista Kína, akarnak vele. a kommunista Kína nem kommunista Kína lenne, nyilván másként merülne fel ez a kérdés, de jelen pillanatban határozottan azért azt mondják, hogy nem. Tehát ezt hát Azért ott, az is, ott is megosztottak a, a politikai erők abban a kérdésben, hogy Kínával milyen viszonyuk legyen. Ez egyelőre nagyon gyümölcsöző nekik, és valójában a tajvaniaknak a legfontosabb érdekük az, hogy maradjon ez a státuszkó. És nem akarják hergelni a kínaiakat azzal, hogy elszakadás... Azt az apróságot azért tegyük már ide, hogy jelen pillanatban, és ez nyilván teljesen véletlenül semmi köze a témához, de jelen pillanatban Tajvan a világ csipgyártásának a központja. Bizony? Igen. Azért, hogy így elhallgattalak benneteket, nem nagyon mondtatok Nagy-Ázsiai összehallgatat, amelyek az Egyesült Államok farvizén akarnának most boldogulni. Nem. Tehát még mindig csak háromnál tartotok, és hogyha tényleg... Hát elég lényeges országokról van szó, azért hát a Japán, igen, igen, Japán igen, igen, Dél-Korea, a világ csak tíz legfejlettebb délko... országában. Ez, ez igaz, cég. de egyébként tényleg úgy van, hogy Japán minden szempontból az önállására törekedett az elmúlt években, és ennek valóban az a Shinzo volt a legmarkásabb képviselője. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a törekvésük ezután sem kapott léket. De ha megnézed a korai, na és hogy mi történik. Tehát, hogy ez az észak folyamatos kísérletezgetés, <laughs> hogy minden héten ellenesznek kis túlzásra egy rakétát a Dél-Korea irányába, majdnem úgy mondtam, hogy a Japán-tenger irányába, csak a koreaiak azt nem Japán-tengernek hívják. Ennek is megvan a szép történelmi oka, mert a japánok, meg a koreaiak se szeretik feltétlenül egymást annyira. De minden esetre minden héten indul egy rakéta, állandóan fenyegetőzik valamivel az észak-koreai kommunista diktátor. Most egy dörgedelmeset mondtak az amerikaiak is, de valójában nem történik semmi. És egyelőre még mindig nem tudjuk, hogy mi lenne, hogyha ténylegesen konfliktus lenne, hogy vajon akkor a kínaiak beállnak beállnának az észak mögé, mert az elmúlt 50 évben gyakorlatilag egyszerre volt orosz, és egyszerre volt pekingi védőernyő Észak-Korea fölött. Jó, mindesetre ha nem haragszotok visszakadva a lényegi kérdésen, csak azt akartam, vagy arra akartam felhívni figyelmet, hogy az ez sokkal megosztottabb, a, az ázsiai térség is a tekintetben arról most ne is beszéljünk, hogy Kína, meg India, meg azért rendszeresen háborúzni szokott az elmúlt évtizedekben de egymást. De vannak, is nyomja át, Amerika, vannak komoly, az oroszok okay, oldalára. Tehát Vannak komoly politikai konfliktusok. Ilyen értelemben én visszakanyarodnék az első kérdéshez. Szerintem én, én annak örülnék legjobban, hogyha itt a Vatikáni béketelnek lenne, valamilyen módon esélye, Hozzátenném, ha már az esélyt mondtam, én annak is látom a legnagyobb esélyét, hogy, hogy legyen, mert azért Kína egy sokkal komplikáltabb szereplő ebben az egész történetben, Ukrajna viszonylatában is, és a nemzetközi olyan béka folyamatok viszonylatában is. Lehet ebből Hát... Az orosz-ukrán háborúra is azt mondtuk, hogy nem lett, aztán lett, lehet. -e? A tajvani ügyből szentem rövid távon nem lesz. Rövid távon nem lesz. Ugye vannak szakértők, akik azt mondják, hogy őrületes prognózis, hogy 2027-re várható a hát Az háború. amerikaiak ezt csinálják, Igen, szóval állandóan hogy... 2027-re nyomják be, és hát például vannak olyanok is, hogy a kongresszuson, bizonyos bizottságon belül ilyen terepasztalon, játékokban próbálják, hogy hogy, milyen flottát hova kell rakni, meg milyen hadsereget a Kína elleni támadásnál. Tehát pszichózisban már ott vannak, hogy ez a háború elkerülhetetlen, amit én egy nagyon nagy problémának tartok, mert azért a Kínának a, a világpolitikában betöltött szerepe, a gazdaságban betöltött szerepe, az azért minden az első rendű problémát fog okozni mindenhol, jó, de Európában azért, is természetesen. Az mit jelent Tajvanban, hogy a Kuomintang, ugye Csankáseknek a, a pártja, az tulajdonképpen már nem annyira barátságos az Egyesült Államokkal kapcsolatban, és ráadásul jó van, hogy megnyeri. A de azért nem azt jelenti, hogy nem barátságos, hanem arról van szó, hogy a Kuomintang az az a csánkaisek halála után természetesen, tehát ez az utóbbi 10-15 évre jellemző, hogy egy Kína, inkább Kína barát politikát visz, de ez hagyományosan így, már mint elmúlt 15 évben hagyományosan most, így van. De ennek kíván, kíván, valam, kíván, is. így inkább Kína alapja is van, a így van. Csáj elnök asszony, aki ugye most ott az elnök, és az ő pártja, akik egyébként az utóbbi időben rendszeresen nyerik a választásokat, most is ugye ők vannak hatalma, ők inkább egy távolságtartó, de ez se Kína ellenes politikát jelent, azért azt nem szabad elfelejteni. Tehát ennél Nomakba, ott, a, ott az erővisző. Jó, még egy dolog. Ugye Kína, Xi Jinping és a, a külügyminiszter is azt mondták, hogy, hogy az Egyesült Államok inkább az Atlanti-óceánon intéze az ügyeit, és jó lenne, hogyha a csendes-óceáni térséget békén hagyná. Na most itt ez, ez egy nagyon komoly Hát ez teljesen kihívás. egyértelmű, nem? Ez, ez az egy az nagyon szeren, komoly Ez kihívás. azt jelenti, hogy Kína egyértelműen a többpólusú világnak a híve, tehát nem fogadja el az amerikai hegemon. Vége a PAC-Szameriának. Ugyanakkor ez nagyjából igen. ezzel napra pontosan azt mondták az irániak, hogy jól lenne, ha a közel kivonulna az Egyesült Államok. Miközben egyébként Szudánban lövik egymást, és ez is komoly fejtelést okoz az amerikaiaknak is. Tehát láthatólag recseg ropog a rendszer, azért, nem lesz ez így fenntartható. Azért, mert Szudánba is ugye egy orosz katonai, orosz-szudáni katonai együttműködés volt, plotta együttműködés. Meg ott is kicsit sok az ásványkincs. És, meg... és, ugye itt most egy ilyen katonai felkelés szerveztek az amerikaiak a kormány ellen. Tehát azt akarom mondani, hogy az Amerikának ugye az, azzal kell szembenéznie, hogy megjelent egy kihívó, ez Kína, ez most szövetségben van Oroszországgal, kiterjesztette a befolyását a közel is, és hogy... Meg ez, Afrikára. És, és Dél-Amerikára, Há hát ami a legeslegfontosabb. És tehát túl sok pont van, ahol az amerikai Egyesült Államoknak közbe kellene avatkozni, ami közben hát azért a belpolitikai helyzet sem olyan nagyon támogató Fényes. a kormányzat. De működ. ebben az a rettenetesen tanulságos, hogy Kína egy, tényleg egy szörnyű totalitárius diktatúra és szörnyű rezsimet üzemeltetnek, de pontosan azért tudott ilyen pozícióba keveredni, mert az, amerikaiak, az amerikai gyökerű nagy cégek éve, évtizedeken keresztül helyezték ki oda a tőkét, pontosan azért, mert ott mérték nélkül ki lehet zsákmányolni a, a, nem csak a munkaerőt, a természeti erőforrásokat Dívan. is. Senki nem érvényesít velük szemben sem munkajogi, sem természetvédelmi előírásokat. Na most innentől kezdve viszont azt érdemes tekintetbe venni, hogy ez a Kína hogy kerül egyékeny, de egyébként működő parlamentáris demokráciákkal, mint India, vagy Brazília, vagy Dél-Afrika, olyan, autoritár rezsimekkel, mint Oroszország, és folytathatom a tovább a sort, a legkülönböző kultúrájú népekről, nemzetekről, államokról beszélünk, egy dolog köti ezeket össze, hogy egyik sem akar egy globális vállalatbirodalom részeként működni tovább. Jó, jó de azért ez azt ez ne felejtsük el, hogy igen. ezek persze kirakták a munkát, és nagyobb profitot realizáltak, de ennek következtében azért Kínában egy őrületes fejlődés és középosztályosodás ment végbe, mert ahhoz képest, ahogy azok az emberek éltek, és amilyen életszínvonaluk volt, mégis kaptak munkát, biztos megérelt is, és fölhoztak százmillió millió ez számra jó. embereket. Ari, ez tök jó, de egy ez... olyan megfigyelő államban azért se szeretnél élni, mint de miért nagyobb ott a megfigyelés, de figyelj, mint de te, magad, te magad mondtad el ennek a lényegét, amiről most a, a Mari beszélt, hogy azért... Az elmúlt évtizedek, ugye a globális piac pontosan arról szólt, hogy olyan országok, ezért ne feledjük el Kína, a 70-es években is még éheztek Kínában, Indiában is az emberek. Most hol tartunk? Hát messze fény évekre vagyunk ettől. Tehát ez egy rendkívül jelentős jólétet, emberhez méltó életet hozott ezekben az országokban az, hogy megjelent a nemzetközi tőke, ha úgy tetszik, a nemzetközi piac. Ez nagyon sokat számít, és természetes dolog az is, hogy ott, most ott ülünk egy olyan világban, ahol persze, hogy felnőnek szereplők. Hát hogy lehet azt mondani egy milliárd emberre Kínába, több mint egy milliárdra, és Indiába, hogy hát ők nem lesznek világpolitikai szereplők? Persze, hogy azok lesznek, Csak és a... keresik a helyüket. Ez a... evidens szerintem. Az a baj hogy lehet, hogy a nemzetközi tőke arra nem számított, hogy a nemzeti tőke is megerősödik, Na, vagy Kínában mi... az állami tőke, ne. és ő is expanzióba kezd. Nem, itt, okay. a, itt különböző tőke Persze. frakcióknak a harcairól van szó gyakorlatilag az egész bolygón. Itt, itt régen nem tisztán nemzetek, különböző államok közötti küzdelem jellemzi a geopolitikát, mint mondjuk a 19.-20. században. Tőke frakciók az de alapvetően a globális tőkeáramlásban érdekelt multinacionális tőke, és a nemzeti gyökerül, illetve a nemzeti autokráciák. nem, lehet hogy, nem lehet, hogy, a fogalmak rosszak, és nem írják már le azokat az állapot, vagy azokat a helyzeteket, Ez amit biztos, most hogy van. Ilyen. Mert most azt mondom, hogy Kínában államkapitalizmus van, de a Monsanto az miért számít magáncégnek, mikor ott áll mögötte a teljes amerikai állam, és, és nem, ott a teljes van a hátterében a ő, van. neked Fordítva, Igen. a teljes amerikai de állam a magáncégeké. Nem biztos, de, hogy ez, de, így, ne, van. Ne, nem biztos, hogy ez így van, nem biztos, hogy ez Akkor is újra kell értelmezni a fogalmakat, szerintem, ha ez így van. Szerintem ez a dolog azért lett, a, Kínában is. Azért veszik vissza a magáncégektől egyre nagyobb mértékben, és Oroszországban is ez van, ezektől az állam ezért veszi a kezébe ezeknek a nyomulását, mert egy sokkal hatékonyabb érdekkép, nemzeti érdekképviseletet tud berakni ezek mögé, a cégek mögé. Mari, épp a legutóbbi adásban mondtam konkrét példát arra, hogy az egész világgazdaságot a leghatékonyabban befolyásolni képes tőkealapok, hogyan ették be magukat a jelenlegi amerikai kormányzatba? De én meg azt mondom, hogy nem, tehát, hogy nem biztos, hogy ez ketté választható még az amerikai államtól. Hát nézd meg, hogy a Pfizernek a, a Covid alatti nyomulása mögött ott áll az amerikai Egyesült Államok. For, én csak a fordított logikát ö, ajánlok a figyelmetbe, hogy nem biztos, hogy az amerikai Egyesült Államok államgépezete önálló cselekvőként áll a Monsanto meg a Pfizer mögött, sokkal inkább megkockáztatom, hogy ezek a cégek mozgatják az amerikai államgépezetet és sajnálatos módon az európai bürokráciát is. És ezt innen fogjuk folytatni, de még nem ért véget a műsorunk, de hadd olvassak fel egy hírt. Nem. <laughs> az az őszinte rémületet, ezt köszönöm, Mária. <hül> uh, tulajdonképpen hozzá kapcsolódik, Laci. Olaszország ezentúl még szigorúbban büntetni azokat, akik megrongálják az emlékműveket, műalkotásokat. A klimaaktivisták számos műtárgyat rongáltak meg az utóbbi időben, hogy ezzel hívják fel a kormányok figyelmét a hiányos környezetvédelmi intézkedésekre. De vajon hogyan lehet fizikálisan és szellemi értelemben is megvédenünk kulturális értékeinket? Ez itt a következő kérdés. És ez téged határozottan érint, hiszen hát, ebben az ügyben írtál is mi, mi Mindennyiunkat érint. Én több cikket írtam az utóbbi időben erről a kérdésre, meg többször nyilatkoztam. Mind a ketten múzeumot vezetünk, mind a ketten szembenézzünk azzal, hogy esetlegesen beszélünk. Mit szólnátok, hogyha ott ragaszgatnák magukat az ember? én, én azt gondolom, mi, nézd, én nem titkolom a tényeket, Mi, a mi erre, mi erre, vagyunk, erre vagyunk készülve, figyeljük a nyugati tendenciákat. Most volt nálunk egy nagy konferencia, ennek lesz folytatása össze egy nemzetközi konferencia, ahol a biztonsági rendszereket tekintjük át. Máshogyan fogunk viszonyolni egy olyan esethez, mint ahogy ezt nyugaton csinálják. Tehát nem fogjuk őket megdicsérni azért, amiért a falhoz ragasztották munkat. Hagyjuk, hadd gondolkodjanak azon, hogy, hogy mit tettek. De nagyon bízom benne, hogy nem jutunk el idáig. Egyelőre, Nem egyet... használtok oldószer? Uh -huh. Hagyjátok, ragasztotok. Ezt most inkább hagyjuk, de, de hagyjuk őket gondolkozni egy darabig, az, az biztos. Nem akarom a kérdést elbagatelizálni, ez egy nagyon súlyos probléma. Múlt héten Londonban voltam, legalább hat múzeumot néztem meg, kivétel nélkül mindegyik múzeumban átvizsgálták a hátizsákomat. Tehát, és egy pillanatig nem volt kérdés senki számára sem, hogy kinyitja a biztonságőröknek a hátizsákot, megmutatja, vagy átmegy a fénydetektoros kapun, nem egy múzeumban, még az is van. Tehát idehaza az, 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 azon megharagodtak a látogatók, hogy rájuk szóltam, hogy rollerrel a hátán, meg nem tudom mivel, ne járkáljanak már nemzeti múzeumban, mert mégiscsak egy fordulással le tudnak verni egy akár százmilliós értéket képviselő műkincset is. Tehát az ez nem így néz ki. Érdekes módon, amit külföldön elfogadunk, ide haza kifogásoljuk. Nem értem, hogy miért. Tehát ö... Az a legkevesebb, hogy nekünk is be kell vezetnünk azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeket bevezettek Nyugat-Európában, és föl kell készülnünk arra, hogy, hogy egyébként egy rendkívül álszent ideológia mentén a műtárgyainkat is megkárosíthatják. Rendkívül módon kell védeni a műtárgyainkat, és egyébként a jogos klímavédelmi álláspontot azt nem a múzeumokban rongálással kell, kell kifejteni. Az olasz államnak a föllépése mögött ugye több minden más is volt, mert nem csak arról van szó, hogy hogy múzeumi műtányokat rongáltak meg, bár most jelentős, vezető olasz múzeumokban történt drasztikus pusztítás, hanem köztéri alkotások esetében is, és, és itt bizony a... a, a azok az amerikai mozgalmak, amelyek átterjedtek Magyarok, vagy Európába is, tehát a vókra gondolok, az magukkal hozták azt, hogy festékkel szortak le műtárgyakat, ledöntöttek szobrokat, belelőtték a tengerbe, az óceánba a köztéri alkotásokat. Nem, mint hogyha idehaza nem lett volna rá példa, hogy mondjuk horti szobrot leöntötték vörös festékkel, függetlenül attól, hogy az ember mit gondol arról, hogy kinek legyen szobrot, kinek nem, nem ez a megfelelő önkifejezési forma. Tehát az Olaszok besokaltak, nagyon komoly ókori műemlékeket is károsítottak, plusz a, a, az illegális migránsok is. Nagyon komoly. Vandárcsekedeteket hajtottak végre, tehát ezért szigorítottak a jogszabály, illetve a kormány elfogadta a szigorítást, a parlament nem tudom, időközben megszavazta el hasonló változásokra meggyőződés, hogy Magyarországon is szükség lesz. Mekkora politikai purpárré lesz. Igen, de azért annyit, hogy tegyek ehhez hozzá, hogy én egyébként végtelen felvőkezen háborodom, meg örülök, hogy ti ilyeneken gondolkodtok. Mondjuk ez egy ez egyébként egy szélső balos mozgalom, és ez nem európai, valós, gyö vagy. európai gyökerű, de hogy nem. Abszolút szélső, szélső balos. balos ez mozgalom. Ez egy káosz, mindenféle ideológia nélkül. A... A... Analisták, a szerintem Nem Szóval szélső balos mozgalom, és az a helyzet, hogy, hogy más, tehát a, ugye a Volknál ott, történelmi cirkusz van, tehát ott a történelmek egy más értelmezése. De, nem, de de lehet a szobrokat a szoborparban vinni, mint mit a, a a műalkotásokat, európai műalkotásokat rongálók, meg odaragasztók, meg autópályára önmagukat ragasztók, stb. Ők klíma probléma miatt Jól ja, ezt a műsorát. Nem, 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 nem csak hogy Londonban fával kellett védeni, ilyen kellett védeni Csörcsének is a szobrát. Uh -huh. Igen. Tehát a, amikor itt a vók tombolt, tehát ugye ez nem így van, Európában de is volt rá ez például. a 70-es éveknek, ez a... Erre a, a terrorista mozgal, nyugat-európai terrorista mozgalmaira emlékeztet a bárgyal. A brigádokra, meg a vörös brigádokra, meg, meg mindent. Tehát azok is ugyanilyen. voltak. Ugyanilyen. De teljesen... Rossz, de, de bocsánat, azoknak volt világosan artikulált politikai megoldás. Hát most is ezeknek de, is ahogy, van. Hát ezeknek van, is van. a klíma semleges persze. világot akarnak. Azt akarják. Szóval. Hogy pontosan hogy akarják, meg mit akarnak vele, ennél többet nem tudnak. Kell mondani, de ugyanolyan radikálisak, és ugyanúgy a fennálló társadalom értékeinek a lerombolását tűzik cél. Szóval klímaváltozás van súlyos ökológiai válság van az egész világon. De azt mikor mindig, nem volt? Azt mindig elfelejtik ezek a... De ezt megoldja a patex? Az, az, amivel felragasztják a munkat a szóval. István, ha nem haragszok. Azt mindig, mindig elfelejtik ezek az aktivisták, hogy a klímaváltozás ennek a, az ökológiai válságnak pusztán egy része. Ha már a klímaválságról van szó, a felelősök nagyon könnyen tetten érhetők a Shell, az ExxonMobil és néhány ilyen cég. Nekem csak az a költői kérdésem, hogy ezek az aktivisták festmények helyett miért nem a Shell vagy az ExxonMobil székházának mennek nekik? Szóval ezek a teljesen céltalan öncélú rombolások, amik mögött semmiféle exakt politikai program vagy értékrend nincsen, ez a káoszteremtés része, ez Európába importált káoszteremtő tevékenység, ez az elcsatornázás része. Ez pontosan arra szolgál, hogy a rendszer, tehát a globális kapitalista rendszer elleni akár ökológiai, akár szociális motiváció indulatokat elcsatornázza és a hülyeségbe folytsa el. És a Lacinak igaza van abban, hogy ez az egész jelenség, ez egyáltalán nem nem szakítható el a, a, a vóknyomulástól, meg, meg az egész cancel culture-ös őrülettől. Tehát a történetnek Pontosan, ez nem, a, nem klíma, semlegesség, de hogy is, ez, ezek semmiről nem, nem, semmi ilyesmit nem akarnak. Akkor mondom, miért nem az LNG terminálokhoz mennek, hogyha... Na a, hát ez a jó kérdés, az, az, azért és miért támogatják mert, mert ezeket ennek, a terminálokat? És persze, azt kéne a megnézni, a hogy a finansz, ezeknek a csoportoknak milyen a finanszírozási hátterük. Honnan kapják a lóvét ez, honnan ezek a, honnan a, brigádok? a többi, többi világos, NGO kapja, és a, a, honnan, honnan eze, És hogyha megnézzük a finanszírozásuk gyökerét, akkor a lacinak Lacinak a feltételezése visszaigazolás nyerhet, hogy ez ugyanarról a törről fakad, mint az eltörlés kultúrája. Minden ez egy, esetve, ez ezek ha eltörlés kultúra, ha klímaaktivistákról van szó, szóval szerintem elfogadhatatlan az, hogy műalkotásokat rongáljanak meg, elfogadhatatlan egyébként az, hogy mondjuk az emberi élettel szembe is fellépjenek, vagy az emberi szabadsággal szembe, és végtelen ostobának tartom azt, hogyha a saját történelmét akarja eltörölni bárki is, mely egy történelm nélküli ország, meg ember, az semmit nem ér. És nem. innen folytatjuk, mert nekem viszont a műsorot kell befejeznem. Köszönöm, hogy itt voltatok, 52 Köszönjük. perc, ennyi volt. Önök az Ez itt a kérdést látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is. Gender Múzeum nyílt Dániában, de vajon a korábban nők múzeumaként működő intézmény átalakítása ideológiai üzenet vagy a posztmodern társadalom egy újabb sarokköve? Az ez itt a kérdés következő adásában ennek járunk majd utána. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! thank